Na, fogsz még szobafogságra ítélni? Azt hiszem, jól fogunk együtt szórakozni. Viccelsz, igaz? Hol vannak a lányiratai? Én is csatlakozom. Úgy érted, hogy még ma elvihetem? Könyörgök! Hát, itt a mi kis mérink. Azonnal indulok is, érted? Miért kellenek ezek a papírok? Csak gyere velem! Mi? Hölgyem, elkésett. Ezt hogy érted? Méri, hol vagy? Tetszeni fog neked ott. Befelé! Hé, add vissza a lányt! Most! Visszahozlak! Most már ez az új otthonod, hosszú karú Méri. Klassz! Gyere, mutatok valamit! Itt minden a tiéd. Nem kell más tenned, mint kinyújtanod a karodat, és íme! Már is a tiéd a sütemény. Megpróbálom. Mi? Miért csinálod ezt? Küldetést teljesítve. Megehetem? Nem. Először foglalkoznom kell a kezeddel. Ez egy különleges krém. Meg lehet enni? Ez a kezed miatt van. Csak 3 cseppre van szükség. Hé, jó nagy csepp. Először dörzsöljük be a bőrbe, és kész. Most már nyúlhatsz, akárcsak anyu. Te jössz. Már rád is teszem. Egy újra elég. Na, adjunk még hozzá. Mi? Úgy látszik, apu megint kérés nélkül elvette. Oké. Hiha, úgy tűnik, működik. Ez könnyű. Hát ezt nem mondanám, ki kellene nyújtanunk. Tudom. Izzy, gyere ide. Úr, nem hívtál? Van egy feladatom számodra. Hozd haza ezt a lányt. Megteszem, feketeség. Szerintem ez az a hely. És itt a lány. Ági, nagyon jól érzem magam. Bocsi, de ezen most változtatunk. Lopakodj, mint egy ninja. Ha! Hoppá, bújjunk el. Érzem, hogy van itt valaki. Érzi a jelenlétemet. Ez nagyon rossz. Izzy, vigyázz! Közel van. Oké, hölgyeim, kérek egy kis helyet. Hová lett? Ez furcsa. Benézek a hálószobába. Méri, nincs időnk. Kihozlak innen. Hová megyünk? Találkozni az új anyukáddal. Az előző menőbb volt. Vezdé. És te hozott újra, Méri. Remek munka, Izé. Csak a szokásos. Na jó, gyere, körbevezetlek. Ez a nagy terem. És itt él Izé nagymamája. Megismerhetitek egymást. Hiha. Örülök, ha tetszik. És ő Betsy. Betsy? Menő. Menő? Még nem láttad a táncomat? I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Megtanítasz így táncolni? Örömmel. Előbb mozgasd a kezedet, mint egy zombi. És mintha csavarnád ki az izzót. Lejátszom. Készen állsz? Kezdem. Méri, nem ezt tanítottam. De nem tudom megcsinálni. Ez szomorú. Tudod mit? Van egy ötletem. Ez az. Most csak lazíts. Táncolj, táncolj úgy, mint egy marionett bábú. Menő. Azt hiszem, megtanultam. Éhes vagyok. Jó, együnk. Válogatott zöldség ebédre. Jó étvágyat. Most egy kis édesség. Nem. Hogy? Milyen édesség? Inkább mandarin? Vagy alma? Vagy körte? Talán egy tök? Hagyd meg Halloweenra. Jó, nincs cukorka. De akkor mit tegyek? Kitalálok valamit. Okay. Na jó, figyelnem kell, hogy mit eszel. Szóval tessék. Köszönöm. Mindent látok. Olyan kimerítő a gyereknevelés. Kell egy kis pihenés. Csak pár percre. Olyan jó. Igen, nagyon csendesnek kell lennem. Gyere ide, édesség! Látod ezt? És ezt? Biztos, hogy alszik. Most már senki sem választ el minket, édes nyalókám. Hát. Ki hiszi magát olyan okosnak? Hoppá! Ne próbálj becsapni. Mondtam, hogy mindent látok. Nem volt egyértelmű? Jó, értem. Szemmel vagyok tartva. Cseréljünk. Nem, inkább mégis a pókot szeretném.
Tudtam, hogy anyu nem enged el olyan könnyen. Mindenre készen kell állnom. Adjunk egy kis meglepit anyunak. Egérfogó a betolakodóknak. Na hát, akkor jöhet az előadás. Ne beszélj többet. Lerövidítem a történetet. Ne! Remélem, ebből tanulsz. Mi? Szia, anyu! Ne! És most írjuk át a plakátot. Így jobb. Hogy vagy, anyu? Mi a helyzet? Lehetne jobb is, de most ne beszéljünk rossz dolgokról. Inkább fussunk. Mi? Hol van Méri? Elkéstem. Aj, te anyu! Hol vagy? Gyere elő! Ez annyira vicces, bár csak látná magát. Mi? Ide jönni még egy pattogatott kukoricát. Anyuci! Szuper, hogy használhatom a számítógépét. Végre játszhatok. Kezd új játékot, menő! Hé, nem fejeztem be. Méri, hé, ez az én számítógépem. Kérlek, nagyon szeretnék játszani. Jó, van egy ötletem. Okay. Akarsz számítógépes játékokkal játszani? Akkor fogsz. Tessék, és ne felejtsd el a billentyűzetet. Lassz, köszi anyu, te vagy a legjobb. Hát, tudom. Ez olyan lassú. Talán én frissít. Térjünk vissza a műsorhoz. Mikor veszi észre, hogy Méri eltűnt? Egyébként miért nem hallom? Méri? Ez fura. Hová ment? Csak nem visszament Wednesdayhez. Ezt nem tenné. A laptop meghalt. Csak ne légy ideges, oké? Babukám, mit csinálsz? Nézd, én most művész vagyok. Ó, ne pazarold a festéket. Inkább adok egy palettát. Ó, köszi. Gyere, jó, ha szeretsz festeni, de az ujjaddal sokkal jobb. Oké. Ez a lány tényleg tehetséges. Olyan fáradt vagyok. Kimehetek? Hát persze, édesem. Még ki kell takarítanom. Bár csak a falakkal is minden ilyen egyszerű lenne, mint a zuhanyzóval. Hosszú karú, Méri, mi az? Nagyon finom. Add ide. Egyáltalán honnan szerezted? Mindjárt éhen fogok halni. Jó, igazad van. Okay. Rendeljünk pizzát. Egy jó nagyot pepperonival. Adhatunk hozzá ananászt, meg egy kis szemet. Hosszú kar lakás, pizza. Kösz, viszlát. Ne olyan gyorsan. Fizes. Fizessek? Igaz. Találkoztunk már valahol? Nem hiszem, asszonyom. Oké, keresek egy kis pénzt. Ez az enyém? A pizzafutár valakire emlékeztet. Szia! Szia, Méri. Bújjál, mielőtt visszajön. Gyorsan. Oké. Remek, hazamegyünk. De nehéz vagy. Találtál pénzt? Tartsd meg a visszajárót. Nem hamis. Oké, viszlát. Jó. Ideje ebédelni. Méri! Wednesday! Tudtam, hogy ő az. Na, itthon vagyunk. Kimászhatsz, Méri? Kaphatok még sütit? Ezt hol találtad? Aj, ki kell dobnunk. Kaphatok egy kis házi kedvencet? Van itthon egy csomó állatunk. De én egy aranyosat szeretnék. Egy cicust. Egy cicust? Pókica néha megeszi őket. Tudom. Tessék. Édes és bolyhos. Olyan, amilyenre vágytál. Milyen aranyos cica. Vigyázni fogok rá. Kért ejet a cica? Jó étvágyat, kedvesem. És még azt mondják, hogy fura vagyok. Wednesday, játszunk. Oké, ez egy kalózjáték. Temessük el a kincset. Oké. Hová megy? Mi? Méri! Ne! Mit csinálsz? Nem eszünk homokot. Inkább adok neked valamit. Ha egy gyerek annyira homokot szeretne enni, akkor legalább egyen ehetőt. Turbo üzemmód. Kész a homok. Remélem ízlik neki. Jó étvágyat.
Köszi! Szívesen! Minden olyan poros itt! Ja, itt van Méri! Mit teszel? Homokot kész? Micsoda rémálom! Ez nem vicces! Induljunk! Befejezted, Méri? Méri, merre vagy? Anyunak nem csak hosszú karja van, hanem hosszú haja is. Olyan hajat szeretnék, mint a tiéd. Ó, kicsim, csinálok neked. Mi? Hogy tudsz így élni? Oké, B-terv. Mi a véleményed a copfokról? Hú, ez klassz. Már csak ez hiányzik. Ez az. Köszi, anyu. Nagyon jól áll neked. Azonnal add vissza a lányomat! Vezdé! Valójában az én lányom. Nem, jobb, ha Méri velem van. El a kezekkel, vagy megbánod. Tényleg? Majd meglátjuk. Meglátjuk. Jaj, ezek a lányok. Srácok, írjátok meg, kit válasszak, Vezdét vagy anyucit. Segítsetek nekem gyorsan. Pók, Transformus Momis! Mi? Mit tettél velem? Hová lett a szép hajam? Ki ez a lúzer? Menjünk, Méri! Mi lesz velem, Méri? Mi ez? Ez segít abban, hogy visszaváltozzam azzal, aki voltam? Ez furcsa! Oké, munkára fel! Na igen, ez a pókháló is megteszi, de a fekete özvegy is kell. Mi? Adj hozzá sárkány nyálat. Na hát, igen, vigyázni kell vele. Oké, és most néhány kiszáradt hagyja. Klassz, úgy tűnik kész. Pont olyan, mint Wednesday. Hasonlítok rá? Igen. Ó, a kedvenc játékom. Ez olyan puha. Ez egy pók? Ne sikoltozz már! Csak átutazóban vagyok itt. Menj el! Hé, írd meg kommentben, hogy melyik állattól félsz a legjobban. Ez szörnyű. Na jó, ez csak egy kis pattanás. Viccelsz? De mit csináljak vele? Hé, hol vagy? Tessék, itt vannak a pattanások varázslatai, vagy valami hasonló. Érdekes, szeretek olvasni. Hú, ez komoly. Ez ijesztő. Szerintem először Barbin próbálom ki. Bocsi, Barbie. Hú, sikerült. Most kell szakítani fog velem. Ki fog rúgni? Nem ő fog kirúgni, hanem én. Egy kis varázslat még senkinek sem ártott. Csak Voldemortnak. Mondtál valamit? Jól vagyok. Most vessünk egy pillantást a ruhatáramra. Mindig stílusos voltam, de nagy változások elébe nézek. Most már a sötét oldalon állok. Abrakadabra! Nem rossz, de nem ezt kértem. Mi a baj? Hát persze, ez fejjel lefelé volt. Kadabra, abra. Így jobb. Köszönöm, F. Nélküled nem tudtam volna. Minden cuccomat el kell tennem valahová. Nagyon sok van. Online rendelek pár dolgot, mint minden normális lány. Ó, már itt is van. Kösz! Remélem minden elfér benne. Gyerünk! Befelé! Ó, nem. Na jó, szükségem van egy nagyobb pénztárcára. Mennyi? 10 000 like? Ó, kérlek, segíts! Lájkold ezt a videót, hogy vehessek egy pénztárcát. Mi ez? Ilyet még nem is láttam. Érdekes. Egy ősrégi számítógép. Ez egy ajándék tőlem, neked. Kösz. Ez egy varázsírógép. Teljesíti a kívánságokat. Oké, kipróbálom. Hú, ez tényleg varázslat. Próbáljuk újra. Hú, de klassz! Bármit megkaphatok, amit csak akarok.
Ó, igen, a cipő. És persze, hogy tudjak magas sarkúban járni. Köszönöm, F. Szívesen. Hé, mi történt a lúzerünkkel? Nem hagyom, hogy többé kinevessetek. Nem hasonlít önmagára. Ó, Sky, a teszted tökéletes lett. Már nem érdekel az értékelés. Ó, remekül csinálod. Haladsz. Talán valaki akar még mondani valamit? Nem, én semmit nem mondtam. Jó sikerült. Hangosabban nem hallom. Mennem kell. Menjünk innen. Na, most megfélnek tőlem. De ez jobb, mint a zaklatás. Olyan fura. Jó jegyet kaptam, de nem vagyok egyáltalán boldog. Miért nem érzem magam boldognak? Ó, szia! Miért sírsz, okos lány? Szomorú vagyok. Szám kivetett. Tudom, hogy kell felvidítani. Nem vagyok benne biztos, hogy működni fog. Tetszik ez a Barbie? Hadd nézzem. Igen, menő. Mi lenne, ha úgy néznék ki, mint Barbie? Szerintem egy próbát megér. Kezdjük a hajjal. Segítünk. Igen, számíthatsz ránk. Legyen szőke. Oké, egy pillanat. De fáj. Ó, egy hajcsat? Azt hiszem használom. Nem rossz. Nagyon aranyos vagyok. Ó, de ezek a karikák a szemem alatt nem tetszenek. Ó, szükségem van egy elbűvölő sminkre. Ó, megint varázslat. Tetszik? Csináljuk. Remélem nem egy új Covid vírust sikerül összehoznom. Sosem volt FM kémiából. Óvatosan! Jaj, beleestem! Segíts! Megmentelek! Olyan viccesek vagytok, srácok! Hát, úgy tűnik a smink kész. Klassz! Ideje ruhát választani. Ez az anyag tökéletes. 7-szer mérj, és csak 1-szer vágj! Ezt mondta a nagyapám. Amúgy hóhér volt. Készítek egy tervet. Végre befűztem a tűt. Most pedig összevarjuk kis öltésekkel. Hé, véletlenül magamat is odavartam. Hát, varrásból biztos, hogy nem fogsz átkapni. Aha, jaj! Aggódom érte. Segítsünk. Ne, nem így. Elég. Ó, kész a ruha. És csodálatos. A cipő túl sötét. Mit kéne csinálnom? Hol lehet Barbie cipőt venni? Barbie, menő a cipője. Szerintem nem bánja. Ó, ez érdekes. Igen, nagyon izgi. Barbie, van kedved együtt ebédelni? Én soha nem ebédelek. Ó, persze, persze. Én is diétázom. Megvan a cipő, amire vágytam. Csak leöntöm forrásban lévő vízzel, és megnőnek. Persze kell egy kis varázslat. Cipőcske, legyen most heteske! Kész. Klassz, és tényleg az én méretem. Lássuk most, mit szólnak hozzám. Sziasztok, lányok! Ó, oh, Melanie! Micsoda nap! Ó, oh, micsoda nap! Ó, oh, Skinner igazgató. Csinálunk szelfit? Igen, klassz. Tökéletes. Egyébként itt a dolgozatod. Dolgozat? Engem már nem érdekel. Engem se. Nincs több osztályzat. Ez az. Sky, ez a tiéd. Vedd el. Örömmel. Olyanná kell válnom, mint ő. És meg is teszem. Ah,
Apucikám, életem szerelme. Nézd azt a lúzert. Srácok, hagyjátok abba. Ki az? Ó, igen, tökéletes vagyok. Ó, igen, tökéletes. Elolvadok, mint a csokoládé a gyerekek kezében. Bár csak én lennék az inge, hogy mindig érezzem az izmait. Kicsúszik a talaj a lábam alól. Nem tudok másra gondolni, csak a mosolyára. Ó, micsoda csoda! Gyere hozzám, szépségem! Jaj! Lúzer! Láttad, hogy pofára esett? Jaj, ne! Már megint ezt csinálják! Hogyan változtassak ezen? Kezdjük a fogakkal. Megvannak, de szó szerint azt kiabálják, hogy mosd meg minket! Jó, akkor kezdjük. Egy csepp sem maradt. Az egészet a tornacipőm tisztítására pazaroltam. Akkor készítek fokrémet. Ó, igen, mosogatószer. Alma illata van. Utálom az almát. Egy kis só és cukor ízlés szerint. Szabadalmaztatnom kell ezt a receptet. Nos, kezdjük. Nem ezzel. Igen. Remek. Most már csak úgy ragyog a mosolyom. Csak nehogy megvakítson. Az első lépés pipa. A rózsozás olyan, mint a színezés. Olyan rossz vagyok benne. Hogy van a divatlapokban? Pont ilyet szeretnék. Innen megtanulhatom. Olyan ajkakat szeretnék, amiket apuci meg akar csókolni, és nem pedig megütni, úgyhogy jobb, hogyha ezt letörlöm. Szépnek tűnnek. A kezemen gyakorolok. Jól néz ki. Igen. Szia, szépség! Ó, hagyd abba! Szeretlek! Olyan kitartó vagy! Wow. De klassz, gyönyörű vagyok! Mi van még itt? Ó, igen, kihullottak a szempilláim, amikor palládiummal kísérleteztem a laborban, és nem nőttek vissza. A nagybátyámnak hajbeültetése volt. Gondolom, a szempilla sem lehet bonyolultabb. Ó, ez nagyon nehéz. Gyorsítanom kell. Hívjatok csipeszkezű maminak. Hűha, a pilláim úgy néznek ki, mint a pillangó szárnyai. De mi ez? Pattanás? Megpróbálom eltüntetni. Így csak még nagyobbnak tűnik. Ó, igen, ez kell nekem. Olyan, mintha a falat vakolnám. Pattanásos fal, vicces. Igen. És még egy kicsit. Ó, tüsszentenem kell. De jó, kipipálhatom a sminkelés részt is. Ez azt jelenti, hogy egy lépéssel közelebb kerültem az álmomhoz. Mi ez a fejemen? Szalma kalap? Milyen frizurát válasszak? Ez nem jó. Ó, ez megteszi. Kezdjünk neki. Ó, a hajam zsírosabb, mint a szomszéd függetlenség napi sztékje. Kezdjük hajmosással. Aztán meglátjuk. Hé, víz, hol vagy? Megnézem, milyen idő lesz. Szuper! Esni fog! Imádom az esőt! Ha olyankor sírok, senki sem látja. De ma nem sírok, hanem nevetek. A hajam megmostam. Már csak meg kell szárítani. Hé, szempillák! Hová szöktetek? Várjatok! Úgy nézek ki, mint az óza varázslóból a madár ijesztő. Ez már menthetetlen. Új hajra van szükségem.
Ó, ez pont úgy néz ki, mint amilyet szeretnék. Ó, ne, ne nézz! Az a biztos, ha felragasztom. A nagyi méze évek okay. óta nem jön le a fogamról, yeah. úgyhogy biztos, hogy a paróka örökre a fejemen marad. Ó, igen. Oké, a haj kipipálva. Annyira aggódom, hol van? A puci, szia! Szia! Ó, anyuci, az ideálom! Hé, hol van még egy szív? Egyel több volt! Ó, a puci, talán az én szívem is megteszi. Ne veszítsd el, és ne törd össze! Ó, köszi, pont erre van szükségem! Becsengettek! Hé, és mi lesz velem? Szia! Szia, kicsim! Mua. Ó, na hát! Jövök, apuci! Micsoda? Megtisztítanál nekem egy magot? Te vagy az! Hello, haver! Milyen csodálatos álom! Gyere anyucihoz! Így van! Okos fiú! Te meg miért nem figyeltél? Kértelek, hogy vigyázz rá! Elnézést, csak egy pillanatra nem figyeltem! Mi volt a legfurcsább álmod? Írd meg kommentben! Már 7 éve hordom ezeket a ruhákat. Ideje felfrissíteni a ruhatáramat. Express szállítás. Oké. Na jó, de ez milyen méret? És ez a nagy? Na jó, mi van itt? Ez nem jó? Nem. Nem. Igen. Várj egy kicsit. Mi ez a szag? Már rég ki kellett volna mosnom. Jobb, ha többször kimosom, hogy biztosan ne legyen büdös. Hé, ruhák! Na, mi újság? Élvezitek? Pont olyan, mint akartam. A ruhakérdés megoldódott. La-la-la-la. Csináljuk meg a hajamat. Van egy dobozom hajgumival és hajtükkel. Nem erre van szükségem, és nem is erre. Ez nagyon furcsa. Hoppá! Ó, klassz! Szia, haver! Nagyon klassz a felsőd. Jobb, ha ezt nem látod. Kezdjük. Igen! Hűha! Kész! Meglepi! Na, így már divatos. Hát, köszönöm, de ez volt a kedvenc pólóm. Viszlát! Várj egy kicsit, valamit elfelejtettem, de mit? Ó, igen, már tudom, a kesztyűket. Igen, de hol van a doboz a ruhákkal? Ez az. Felpróbálom. Nem jó rám. Mi lenne, hogyha... Igen. Minek fújjam szájjal, ha van hajszárító? Yeah. Oh, ne! Várj! Aszta! Működik! Adj egy ötöst! Azt hiszed, megőrültem? Igen! Engem néz. Ha, szia! Oh, ne! Itt az esélyem! Ilyen hosszú karokat még nem is láttam. És mi van a kar másik végén? Ó, te vagy az! Szia, szépségem! Drágám, csodálatos vagy! Köszönöm, édes! Hol a fogas? Talán ez az? Oké. Mi? Oké. Elmerültem a szemedben. Hozhatok valamit? Ó, nem. Kiszolgálom magunkat. Mi? Ó, igen. Szerelmes vagyok ezekbe a karokba. Már csak egy kicsit? Igen. Nem. Mi ez? Hey, engedj el!
Tökéletes vagy, csókolj meg! Hé, engedd már el! Hé, kezed vissza, gyerünk! Mi folyik itt? Hozz nekünk vizet, kérlek! Drágám, ez az este tökéletes volt. Ó, igen, soha nem engedlek el. Nem akarom, hogy azt hidd, ezek üres szavak, úgyhogy... hozzám jössz feleségül? Persze, természetesen, de melyiket válasszam? Ezt! Add ide, igen! Én vagyok a legboldogabb lány a világon. Én meg a legboldogabb srác. Menjünk, mondjuk el mindenkinek. Olyan boldog vagyok. Várj egy kicsit, jól látom, Poppy sír. Mi történt, édesem? Meghívást kaptam egy építőversenyre. Menjünk együtt, segítünk. Hú, eljegyeztek? Igen. A regisztráció lezárult. Ideje kideríteni, hogy ezúttal kikkel fognak harcolni. Hú, pont úgy néznek ki, mint az ohiói rokonaik. Szabadjára kell engedniük belső szörnyeiket, hogy győzzenek. Nem volt nehéz helyet találni. Már csak meg kell szabadulniuk a tulajdonostól. A mai gyerekeket nem olyan könnyű megijeszteni. Elég lazák a Cardi B daloknak köszönhetően. Anyuci nem ijed meg a nehéz feladatoktól. Még a kis Justin Biebert is megijesztette. Vele sokkal könnyebb volt. Ki gondolta volna, hogy még apa is alul marad? Papi nem ilyen reakcióra számított. Pedig ő megérti az új generációt, jobban, mint bárki más a csapatban. Ó, észrevette. Végre. Úgy látom, nem leszünk barátok. Ideje birtokba venni a területet. A közös munka közelebb hozza őket egymáshoz. Az ágy kész. Megtették az első lépést a díj felé. Ezzel pedig előrébb jutnak a versenyben. Tetszett az új videónk? Akkor mindenképpen lájkold és iratkozz fel!